Sziasztok, nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket a mai videóban, amiben is a vadonatúj Primus Light Plus főző rendszeremet szeretném nektek megmutatni. Ez egy nagyon komplex videó lesz, szeretnék első körben egy tesztet csinálni, összehasonlítani egy hagyományos gázfőzővel, bár nem nagyon van hagyományos gázfőzőm, de azért majd megpróbálom szemléltetni a különbséget az új és a hagyományos gázfőző között, és elképesztően lelkes vagyok a téma iránt. Hamarosan folytatjuk, most jöjjön a teszt. No, kérem szépen, hát megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy honnan kezdjem ezt a videót felvezetni. Nem szeretném a végtelenségig elnyújtani, de amikor a pogácsa szaggatós szélfogót már a nyáron kitaláltam, akkor gondolkoztam el azon, hogy jön a tél, most már ideje lenne, hogyha kipróbálnék egy ilyen komplett főzőrendszert, mint például ez a Primus Light Plus. Korábban nem nagyon érdeklődtem iránta, mert hát azt néztem, hogy ez így súlyban azért ez így nagyobb, nehezebb, több, mit tudom én. Nem is nagyon ástam bele magam a témába. Aztán ezen felbuzdulva annyi mindent olvastam, annyi dolognak jártam utána, hogy így szimpatikus lett. Mondom, úgyis jön a tél, jön a hideg, akkor próbáljuk már ki. És hát láttátok a három felvételen, elképesztően durva a különbség. Nagyon-nagyon kemény, hogy mennyivel hatékonyabban tud működni egy ilyen komplett főzőrendszer, hiszen itt minden ahhoz van kitalálva, hogy egybe együtt jól és hatékonyan működjön. Az első az egy BRS 3000 típusú ultrakönnyű, ez talán ugye a világ legkönnyebb gázfőző feje, ami tényleg ilyen 25 gram, elképesztő a súlya, elképesztően pici a mérete, de én ezzel már régebben is szembesültem ezzel a Primus gázfőző fejemmel szemben, hogy hát a hatékonyság az messze elmaradt ettől is, de hát ettől meg aztán pláne. És rengeteg tesztet végeztem otthon is, ezeket majd el fogom mondani, mert ezeknek mind van jelentősége, a telefonom itt van, oké, a telefonomba felírtam. És ez nagyon-nagyon fontos lesz egy-két szempontot megvizsgálva, hogyha erre szintén ki akarok majd térni. Sziasztok! Hello! Úgyhogy ezeket most félre is teszem, nem ez a videónak a lényege. Annyit még itt az időjárási viszonyokról beresz, és ugye kiírtam, hogy gyakorlatilag a szél az ilyen nulla, tehát elhanyagolható, ha leejtesz egy levelet, akkor az lefelé esik. Néha egy-egy kis széllökés volt, és egyiknél sem használtam, sem a BRS-nél, sem a Primusnál nem használtam szélfogót, de nem is volt rá igazából szükség. Mondjuk ez azért az nagyon durva, hogy a BRS-sel kb. Ilyen 15 perc alatt nem értem el a 60 fokot. Az nagyon-nagyon durva, az nagyon durva. Még a sima Primus meg el között is volt egy másfél perc különbség durván, viszont azért ez fontos tudni, hogy ebben 1500 wattos, illetve ez a fej 1500 wattot tud, ez pedig 2600 wattot, és így ekkora
így is lett körülbelül másfél perc különbség a kettő között. Egyébként a BRS-nél egy hagyományos palackot használtam 50% töltöttségnél, ez a Primus pedig 60% töltöttségen volt, amikor elkezdtem, tehát nagyságrendileg így lehet számolni. Ez azért nagyon-nagyon fontos a teszt szempontjából, mert ugye minél kevesebb a töltöttsége a palacnak, annál kevésbé hatékony. Tehát az a lényeg, hogyha ez max palackkal történt volna, akkor ennek az esetében is még sokkal gyorsabb lesz az egész folyamat. Oké, na de nézzük, mit is érdemes tudni erről a Primus Light Plus cuccról. Hogyha vásárolsz magadnak egy ilyen terméket, akkor gyakorlatilag ezt fogod kapni. Miből áll ez az egész? Ez már eleve egy nagyon király dolog, hogy ez a fül fogantyú, amivel ugye meg is tudod fogni magát a főzőt, ezzel le tudod zárni a tetejét, így meg tudod akadályozni azt, hogy a hátizsákodban kipotyogjanak belőle a cuccok. Egyszerűen egy mozdulattal ide alulra bekattintjuk, és innentől kezdve lehet fogni, és ez azért nagyon-nagyon jó, hogy ilyen nagy méretű, mert ezt még kesztyűben is, akár egy vastagabb kesztyűben is meg tudja fogni az ember. Egyébként az egész főző kívülről a Fjarroven által használt G1000 Eco anyaggal van beborítva, és hogyha én ezt most leveszem róla, akkor pedig látjátok azt, hogy bizony-bizony a belseje pedig parafával van bélelve. Ugye ennek köszönhetően, ha forralunk benne vizet, akkor nagyon sokáig megtartja egyrésztről a meleget, másrésztről pedig nem égetjük el a kezünket, hogyha megfogjuk az edényt, tehát gyakorlatilag a teljesen felforralt vizet is így bárhogy meg tudom benne fogni, melegnek meleg lesz, de nem fogja elégetni a kezünket. Aztán ugye ehhez tartozik ez a speckó gázfőzőfej, ami piezo gyújtóval van ellátva, tehát ez így megkönnyíti a használatot, tehát nem kell öngyújtót hordanunk hozzá. És amiben különleges ez, ugye említettem, hogy 1500 wattos, viszont egy úgynevezett, hát remélem, hogy jól mondom, ha nem, akkor a Primus oldalán el tudjátok olvasni, lamináris áramlási technológiát biztosít, aminek a részleteiben most nem megyek bele. Az a lényeg, hogy ez egy jóval hatékonyabb égést tud biztosítani, és ami nagyon-nagyon különlegesség, hogy elképesztően csendes. Tehát, hogyha összehasonlítom a hagyományos Primus gázfőző fejemmel, akkor nagyon durva a különbség, amit megismertem, körülbelül ilyen 12-15 decibel között változik a különbség ennek a javára természetesen. A másik az ilyen 77 és 80 decibel közötti hangot ad ki magából, ez pedig ilyen 63-65 decibel közöttit. Ezt imádom, ez elképesztően király dolog, ugyanis szeretek gázfőzőt használni itt kint a természetben, de annál jobban semmit nem utálok, mint amikor itt vagyok a csöndes, nyugodt erdőben, hallgatom a madarak csicsergését, és mellette meg így ezerrel megy a gázfőző. Úgyhogy amikor ezt én megvettem, nem is tudtam, hogy lesz benne ilyen, úgyhogy ennek különösen örültem, amikor megjött, és sűjjesztett a gázrózsa, ahogy látjátok, tehát ez is a szél elleni védelmet hivatott szolgálni, és akkor gyorsan még megmutatok egy dolgot, ugyanis a csomagban gyárilag találunk egy ilyet, amit ide fel tudunk erősíteni, egyszerűen így bele tudjuk bújtatni, ide a kis fülre, és ezeket a kis lábokat kitekerve, majd ide betekerve adunk neki egy ilyen kis háromlábú tartót, aminek köszönhetően hagyományos edényt, serpenyőt és bármi egyebet is rá tudunk rakni, aminek segítségével ugye tudunk főzni, tehát tudjuk úgy használni, mint egy hagyományos gázfőzőt, illetve nem is hagyományos gázfőzőt, mert ennél is, mint a pogácsa szaggatósnál, mivel ez sűjjesztve van körülötte egy ilyen perem, ugyanúgy szélvédett marad a lángunk, úgyhogy ez egy brutálisan király dolog szerintem. Majd elfelejtettem, a teteje az önmagában egy pohár, ami 95%-ban újrahasznosított műanyagból készül, ugye, hogyha rátesszük a fedélére, akkor itt a gőz el tud távozni, szóval nem fog nekünk leugrani. Azt egyébként furcsálom, ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni, hogy ez miért nem passzol, tehát hogy ez miért ilyen lötyögős. Ugye, ha lezárjuk, akkor nem fog kiesni,
De amúgy nekem ez ilyen fura, tehát hogy ez lehetne pont akkora méret, ami így frankon belecuppan, de nagy valószínűséggel szintén a forrás miatt, hogy legyen egy kis játéka, ne legyen az, hogy beszorul a gőz, aztán így szétdurran nekünk az egész cucc. Kapunk hozzá egy ilyen talpat, amiről az előző videóban már beszéltem, brutálisan király ez a talp, szintén ugyanabból az újrahasznosított műanyagból készítik. Főleg a kis palacknál ez elképesztően hasznos dolog. Aztán kapunk hozzá egy ilyen kis akasztót, amivel fel tudjuk akasztani akár a sátornak a belsejében, ugyanis ugye ha ez össze van szerelve kompletten, akkor ez bizony-bizony nem esik le róla, nem tudjuk felrugni, illetve bocsánat, fel tudjuk rugni, csak nem fog leesni róla, tehát eldőlt állapotban is ugyanúgy fog melegíteni, csak akkor ugye kiemlik belőle minden. Szóval ezt akár frankon fel tudjuk a sátorban mondjuk akasztani, hogyha nem szeretnénk felrúgni. Most csak összehoztam végére, illetve amit szintén nem tudtam, hogy van hozzá, de nagyon-nagyon király, ez pedig egy ilyen törlőkendő, ami hát nem tudom ennek az anyagnak a nevét, vagy hogy ez pontosan mi, olyan, mint ezek a sportörölközők, iszonyatosan könnyen és gyorsan szívják magukba a vizet, úgyhogy ez tökéletes, ugyanis tudjátok, hogy mennyire imádom ezeket az ilyen Star Wars-os kendő, meg az ilyen dolgokat, állandóan kis törögetem a kis mindenemet, szóval ennek különösen örültem. Na és hát ugye így néz ki maga az edény, ami eloxált alumíniumból készül. Itt az alján találhatók ezek a kis lamellák, amiknek a segítségével lesz sokkal hatékonyabb magának a főzésnek a folyamata, illetve a forralásnak, a melegítésnek a folyamata, ugye kombinálva ezzel, hiszen ezek a kis lamellák sokkal gyorsabban és egyenletesen eloszlatják a hőt a gázfőzőnknek a felületén, így azáltal minden sokkal gyorsabban történik. Egyébként ez egy ilyen borzasztó egyszerű mechanizmus, ezt így ráteszed, elforgatod és ennyi. Egy nagyon fontos info, hogy a kisméretű palack, még a kis háromlábú tartóállványunk, illetve a gázfőzőfej is így egy az egyben belefér, és ezt így frankon le tudjuk zárni. Úgyhogy gyakorlatilag minden, még egy ilyen kis összehajtható kanálvilla is szerintem be tud mellé menni, és akkor ebben így komplettan megvan minden, illetve az egésznek a súlya így a gázfőző fejjel, illetve ez a kis pohárkával bezárva, ez összesen 402 gram, hogyha jól emlékszem. Még erre a súly témára egy gondolat erejéig szeretnék kitérni, mert ez engem nagyon sokáig visszavetett abban, hogy én vásároljak magamnak egy ilyet, ugyanis ugye láttam a honlapon, hogy mondjuk 400 gram, legyen 400 gram a súlya, és hát mondom, úristen, hogy titán bögrém az csak 110 gram, és hogyha még ezt a gázfőzőfejet is veszem meg, vagy a mindenből titánt veszek, akkor 200 gramból mindennel együtt kijön az egész, ami valóban így is van, viszont csak egy egyszerű példa, és itt nem arra szeretnék utalni, hogy az egyik jobb, vagy a másik rosszabb, hanem hogy melyik miért jó. A titán nyáron tökéletes, gyorsan, könnyen mindent meg tud rajta csinálni az ember, ultra könnyű, ez meg megforralom rajta teát, és ennek a védőburoknak köszönhetően 20 perccel később is még alig 5-10% hőmérséklet vesztés van. Szóval mindegyiknek van előnye, van hátránya, ez egy elképesztően komplex, nagyon-nagyon jó kitalált dolog, ami mellett én éveken keresztül elmentem, és tényleg ebben a videóban inkább azt szeretném átadni ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy mindennek megvan a helye, hogy mit, hol és hogyan lehet használni. Én azt gondolom erről a gázfőző fejről, hogy ez abszolút a gázfőző fejről, gázfőző rendszerről, hogy ez abszolút a téli hideg időkre való használatban van elsősorban előnye és jelentősége. Jaj, ezt elfelejtettem mondani, hogy 500 ml-es hivatalosan, ez az edény, viszont gyakorlatban 750 ml, és ez azért van, 500-ig decinként van jelölve, ugyanis, hogyha ugye eléri a 100 fokot és elkezd forni a víz, akkor bizony-bizony kell annyi hely, hogy ez a lobogás elindul, hogy ez a 2,5 decinnyi hely még benne maradjon, és egyébként ezeknél én korábban nem figyeltem, elsősorban azért sem, mert általában nem forralom fel 100 fokig a vizet, tehát ez a teának ez a 80 fok bőven tökéletes, esetleg ha valami kávé vagy egyéb olyan van, akkor felszoktam,
De alapvetően nem szoktam felforralni a vizet. Addig, amikor már látom, hogy gőzölök, gyöngyözik, belerakom az ujjam, leégeti, nekem az már bőségesen jó szokott lenni, főleg ilyen 3-1-ben kávéhoz, meg ilyenekhez. Úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag, ha meg azt nézem, hogy 70 fokot, másfél perc, nem tudom, valami ilyesmi, nagyon durva. Egyébként akkor gyorsan fel is olvasom az otthon csinált teszteknek az eredményeit. Ja, szóval az a lényeg, hogy fél literes, de alapvetően 7,5 decis az egész. Tehát, hogyha ilyen lassan főzünk benne ilyesmit, akkor 7,5 decivel lehet számolni. Na, otthon szobai körülmények között a fél liter víz felforralása 2 perc, 20 másodperc alatt sikerült, és mindez 6 g gázt fogyasztott el. Aztán megpróbáltam azt, hogy nem max lángon használom, hanem félgázra leveszem. Nagyon érdekes volt, mert 6 perc, 45 másodperc alatt forralta fel a vizet, és 5 át, 4,5, annyira picit nem tud mérni a mérlegem, de ilyen 4 és 5 között ugrált, tehát gyakorlatilag háromszor annyi idő alatt, de csak alig egy 10-20%-kal kevesebb gázt fogyasztott. Na mindegy, lehet ezzel játszani, az ember nem nyomatja fel annyira, akkor még egy nagyon minimális gázmennyiséget meg lehet spórolni, de az a lényeg, hogy átlagosan 500 ml vizet 5 g gáz felhasználásával tudunk felforralni. Ez azért elég jó arány, főleg így most ezt itt meg sem értem, hogy a 15 perce ment, és 50 fokon voltunk, hogy akkor ott akkor mennyi a gázfogyasztás vajon. Szóval ez elég extrém különbség. És akkor még megcsináltam otthon is a BRS-sel ugyanezt a tesztet, és a 23 fokos lakásban 7 perc 40 másodperc alatt forralta fel a vizet, és összesen 8 g gáz fogyasztott el ehhez. Ez a decibel, ez a legdurvább szerintem egyébként, hogy tényleg így, hát most... Ja, de nincs benne víz, mindegy, öntök bele egy kis vizet, aztán megmutatom itt a kamera mellett. Csinálok egy 3-1-ben kávét. Még egy picit. Szóval nyúltam az öngyújtóhoz. Ez a max láng, vagy a max hangerő. A másik gázfűzővel a maxon ki van nyitva, akkor nem tudok nektek videózni, nem tudok beszélni, mert így mindent elnyom. Nagyon brutko. Most pár napja, mindegy, az a lényeg, hogy kint voltunk, nagyon durva, most gőzölög. Nagyon brutál, úristen, ez a 2 deci vizet ilyen másodpercek alatt feltolja. Már gyöngyözik a víz. Gyakorlatilag a 3-1-ben kávéhoz ennyi elég is. Pár nappal ezelőtt kint voltunk, csináltunk forralt bort, akkor paradicsomlevest, hú, nem is tudom, egy csomó mindent főztünk, és akkor még nem volt nálam, hanem ez a gázfőző, és volt, hogy egy órát ment, ez felforrt. Volt, hogy egy órát ment, és már azt hittem, hogy komolyan így mondom, nem hiszem, hogy itt vagyunk az erdőben, és csak a súgást, a zúgást kell hallgatni. Szóval, nagyon-nagyon bejött a cucc, és tényleg most senki ne vegye magára, mert én is imádom a BRS 3000-et, meg ezt a gázfőzőfejemet is, tehát most ez nem arról szól, hogy ez most úristen, ez most itt aztán mindenkit, meg mindent agyonver. Mert mindegyiknek van előnye, mindegyiknek van hátránya, de tényleg ez télen amúgy, ez a gázfőzőzés téma, pláne ugye, ahogy megyünk le egyre lejjebb a hőmérsékletben, úgy dermed meg a gáz, tehát érdemes téli gázpalackot is most már, most hogy jön a tél, venni, használni. De meg így ezzel, hogy így meg tudod fogni akárhogyan, van egyébként itt ilyen kis kiöntő nyílás az elején, ami segíti azt, hogy a folyadékot szeretnénk belőle eltávolítani. Hát nekem van ilyenem is hozzá. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, bármi kérdés van a termékkel, bármivel kapcsolatban, nyugodtan írjátok meg kommentbe. Aztán jön majd most ezzel kapcsolatban is a tartós teszt. Meglátjuk, hogy hosszú távon hogy muzsikál, de hát az elvárásaim pozitívak, úgyhogy az erdő legyen veletek, sziasztok!